Egy magyar fejlesztésű telefonos alkalmazás lehet a kutyások új kedvence. Hamarosan érkezik a DogGo nevű applikáció, ami új szintre emelheti a kutyasétáltatást, és remek közösségi tér lehet a gazdiknak is. Vendégünk a stúdióban a fejlesztő pár, Koleszár Brigitta és Németh László, valamint a kutyusuk Molly, aki gőzerővel lihek. Szia, Molly! Gondolom, hogy ha Molly nem lett volna, akkor mindez az applikáció se biztos, hogy lett volna, vagy hát elképzelhető, hogy valakinek azért kipattant volna a fejéből, de egyáltalán nektek hogy pattant ki ez a fejetekből? Ez a nem mindennapi ötlet, lehet ezt mondani. Hát igazából ugye már kutyát sétáltatunk folyamatosan, és ugye észrevettük, hogy sokkal jobb új kutyát sétáltatni, ha közben csatlakoznak hozzánk, például ismeretlenek is, és együtt tudunk sétálni velük, mert a kutyának is sokkal jobb élmény, meg nekünk is. És hát igazából ugye bár lehetne például a közösségi portálokon is keresni ilyeneket, vagy például kutyafuttatókba is vinni, de Molin kívül van még három kutyusunk, és például az egyik az teljesen ilyen antiszoci, és őt egyáltalán nem lehetne sehova se bevinni. És igazából ez az applikáció erre is megoldást kínálna, de ezt majd Laci jobban kifejti. Szóval azon gondolkodtatok, hogy ha már kutyát sétáltatok, akkor esetleg közben ezt jelezni lehet, gondolom, más kutyásoknak is. Viszont ugye nem biztos, hogy mindenképpen a közösségi hálón lóg abban a pillanatban, tehát ha te mondjuk kiírod, hogy mennék kutyát sétáltatni, akkor valószínűleg ezt kevesen látják. Ha jól értelmezem, ha viszont le van töltve ez a kutyusos applikáció, akkor abban a pillanatban esetleg jön az üzenet, és akkor tudom, hogy kifejezetten a kutyámmal kapcsolatos információ, vagy akár egy csatlakozási lehetőség van. Igen, igen. Gyakorlatilag ez egy ilyen térkép alapú helymeghatározás alapján működne maga a dolog, és igazából pont az a lényege, hogy ha nem is vagyunk benne az alkalmazásban, de ha valaki mondjuk egy felkérés küld, akkor nyilván egy ilyen push-up üzenet felül a telefonon, hogy valaki szeretne sétálni, és így a környéket fel tudjuk úgy térképezni tényleg, hogy egy applikáció segítségével, akár mondjuk egy nagyvárosban ez még inkább releváns, mondjuk egy Pest, vagy mi ugye szeretnénk nem csak Magyarországon, egész Európában ezt az alkalmazást működtetni, és ott tényleg akár egy négyzetkilométeres körzetben több száz kutya lehet. Sőt, ugye az én tapasztalatom, ahogy így utazgattam, hogy azért minél kiegyensúlyozottabb egy társadalom, vagy minél jobban megengedheti magának azt például, hogy állatokat tartson, akkor tényleg az életének a része, és valóban komolyan veszi azt, hogy reggel este a kutyusával sétálni kell. Sok családban ugyanolyan becsben tartják a kutyusokat, mintha valóban ember lenne, vagy akár egy gyerek lenne. Tehát el tudom képzelni, hogy egy nagyvárosban nagyon nagy lesz az érdeklődés. Ti itt Nyíregyházán teszteltétek ezt valamilyen formában? Most itt látjuk, a nézők is látják, hogyan kell ezt elképzelni, vagy akár már olyan stádiumban van, hogy hamarosan le is tölthetjük? Hát durva, szeretnénk vele idén piacra lépni, de inkább teljesen évvége felett. Tehát még ilyen privát bétára, meg ilyesmire abszolút nem volt lehetőség, tehát az még most van fejlesztés alatt maga az applikáció. De igen, nekünk a célunk inkább azt jelenti, hogy egy jó közösséget tudjunk ezáltal kiépíteni. Abszolút, amit te is mondtál, hogy ne csak az legyen, hogy letudja az ember a sétát, hanem hogy tényleg egy élményként átélje azt, hogy meglegyen azt. Fotókat készíteni, azt egymás igen. Között megosztani. Nekem még soha nem jutott eszembe sajnos semmiféle ilyen jó kis applikációs ötlet, de gondolom, hogy azért ti is úgy voltatok vele, hogy hol kell itt elindulni, vagy hiszen ugye nem vagytok programozók, és nem ezen a területen tevékenykedtek. Ahogy mondtátok, ti csak egyszerűen kutyások vagytok. Nehéz volt eljutni mondjuk a cégig, aki ezt a fejlesztést végzi? Hát nehéz, meg inkább az nekünk eldönteni azt, hogy akkor na mi ezt csináljuk és rászadjuk magunkat, mert sokszor úgy megszületett bennünk ez az ötlet, és akkor elvetettük, hogy túl nagy fába vágtuk a fejszínket, meg nem csináljuk, és volt bennünk ugye sok kételj, hogy bejön-e, működni fog-e, szeretni fogják-e, vagy az egészet leúzhatjuk úgymond, és inkább ez kellett, hogy bennünk értékeljön. Utána, hál' Istennek, Brigi segítségével találtunk egy jó programozó csapatot,
csapatot, és velük így már most közösen összedolgozva ezt a részét tudják csinálni, mi meg gyakorlatilag tudjuk magát, a közösséget, meg a kommunikációt, a marketinget csinálni. Mik azok az információk, amik mondjuk felkerülnek ide, vagy ami az én kutyámról adott esetben felkerülhet, ami akár mondjuk a nemét, a betegségeit, vagy az éppen soros oltásait is jelentheti, vagy ha esetleg antiszociális mondjuk, tehát a különleges tulajdonságait, tehát mi mindenre gondoltok? Hát ugye pont szeretnénk belül is vinni egy szűrőt, pont emiatt, hogy, nagyon, hogy lehessen szűrő alapján keresni, ugye nyilván kell a fajta, az, hogy fiú, lány, az, hogy ivaros vagy ivartalanított. Mi gondolkoztunk abban is, ez mi fejlesztés alatt van, hogy a chip számot föltüntetni, ez is egyfajta biztonságot adjon, illetve különböző jeleket lehetne beleírni, hogy mit tudom én, vidám, lusta, agresszív, stb., hogy mégis milyen maga a személyisége a kutyának. És így ez alapján tudnak tényleg a gazdik megfelelő társat szűrni, úgymond nekik megfelelőt, akár fajtán belül. Hát Molly mit sem sejt arról, hogy lehet, hogy világhírű gazdiai vannak, hogyha ez tényleg tért hódít ez az applikáció. Szoktatok ezen gondolkodni? Mert most bocsi, de ez ilyen tipikus magyar kérdés lesz, hogy szerintetek ezzel sokat lehet majd keresni, de biztos azért is elgondolkodtak ezen, hogy hát ha mondjuk ez tényleg bejön, akár világszinten is. Hát bízunk benne, annyira még nem vagyunk, úgy nem merünk bele gondolni, de csak reménykedünk. Tehát ez a cél, tudjuk, hogy hosszú az út. Szeretnénk egy tényleg egy jó aktív közösséget felépíteni, és az, hogy maga az, hogy dolgó legyen egy úgymond kutyások között, ez egy alap, hogy dolgó, persze töltöm le, és akkor, úgyhogy igen. És akkor gondolom, hogy ha nagyon sok pénzt keresnétek, akkor nem négy, hanem még vagy... dupla ennyi kutyusotok lenne. A igen. Többiekről mit lehet tudni, milyen fajtájúak? Hát van egy kis tacskunk, van egy havanéz, és van egy bolanéz kis kutyánk. Akkor inkább az ilyen kisebb kutyusokat igen. Kedvelitek. Nos, hát reméljük, hogy a Doggóban mindenféle típusú és méretű kutyus gazdia tulajdonképpen meglátja a fantáziát, és szeretne majd ehhez a közösséghez tartozni, és egy kicsit színesebbé tenni a kutyusa és a saját életét is. Hát köszönjük szépen, aztán nyomon követjük, majd gondolom, hogy közösségi oldalakon, vagy itt-ott majd feltűnik esetleg a hirdetés, hogy már a kutyusok számára mindez elérhető. Ja, köszönjük szépen, mi is itt lettünk.